Nos hát sziasztok gyerekek, én Mervin vagyok és ez egy vadonatúj videó. A mai napon pedig fent vagyunk a Hungry Life Asha Style-on. Előző Hungry Life-os videóban nyitogattunk vehicle case-eket, viszont ezek most kaptak egy frissítést, ezért úgy voltam vele, hogy mindenképp meg kell néznünk. És ezen kívül pedig jelen voltam a szerverre, amikor bekerült a CLS Mercedes és az X6-os BMW, és láthatjátok a katasztrófát, ami akkor volt. Viszont emlékeztetnék mindenkit arról, hogy van egy kuponkódom, amit hogyha használjátok, akkor kaptok egy szép kis jutalmat a szerveren, ez pedig nem más, mint a Mervin 2001. Használjátok nyugodtan a regisztrációkor, mert hogy emiatt tudok ennyi nyereményjátékot csinálni a szerveren, mint amennyit csinálok jelenleg. Itt vagyunk az autókereskedésnél, és már most őrület van. Itt van az egyik autó, ami bekerült, ami egy BMW X6-os, és tök menőn néz ki. Valamiért szeretem ezt a generációt az X6-osból, és a másik új autó pedig, közben semmi FPS nincs, elnézést kérek emiatt. A másik autó pedig ez a CLS Mercedes, ami szintúgy most lesz vásárolható 5 perc múlva. Ebből nem félek, mert egyébként 250 darabos a limit, úgyhogy ezt hagyom későbbre. Viszont amit vásárolnom kell, az az X6-os, mert ebből csak 20 darab van. 75 millióért, el kéne hozzunk egyet. Nem tudom, hogy mi történt, de nálam bevágult az egész autókereskedés, és most befagyott a játékom is. Oké, visszatért. Már csak 15 másodperc. 10, 9, 8. Kérlek, hozzak el már egyet. 5, 4, 3, 2, Mit hibázok ilyenkor egyébként? Sikeresen megvásároltad a járművet, és hol van ilyenkor a járművem? Aha, azt hiszem megvan. Kijutottam. Hagyjad már, jaj, mekkora zaj van. Amúgy nem néz ki ez rosszul, de annyira nem jön be. Mármint maga a CLS az bejön, csak ez a kocsimod nem jön be. De egyébként katasztrófa, hogy mi van itt autókereskedésnél, ezt nézzétek. Spawnolnak egymásra a kocsik, sziréna, minden van. Szól minden autónak a riasztója. Egy pár nappal később van, és úgy értelmeztem, hogy felújították a vehicle case-eket a szervereken, a Hungry Life szervereken, úgyhogy erre nagyon kíváncsi vagyok. Előzőleg iszonyatosan nagy szerencsém volt az egészből, és remélem, hogy most is az lesz. Itt is van, szokás szerint veszek 5 darabot. Több mint valószínű, hogy csinálunk újra nektek valami nyereményjátékot, de ehhez először az fog kelleni, hogy nyissunk valami jót. Oké, menjen is az első. Aha, szóval most kaptak új képeket. Meg zene. Nincs szükségem zenére, úgyhogy azt inkább le is húzom. Ó, helikopterek vannak benne. M4-es BMW, nem tudom, valami új autót szeretnék látni, mert elvileg van olyan autó, amit csak ebből lehet szerezni. És ez egy kocsi. Oké. Jó. Jó. Hát sajnos el fog dobni BMS-hez, úgyhogy szia Volvo. Amúgy pont akartam egy ilyen Mercedes-Benzes elest, úgyhogy jó, hogy kaptunk egyet. Kicsit félre is parkoltam a kocsit. Nincs járműfény visszaverődése, ezt mondjuk kicsit sajnálom. Nyitom is a következő ilyen ládát. De nem látom, hogy mi az a kocsi, ami csak ebben a ládában van. Gondolom az aranyakat kéne nézni, az a legértékesebb. Láttam, oké, van M8-as BMW, amit csak innen lehet szerezni, mert nincs az autókereskedésbe. Akkor azt kéne nekünk. Hogyha azt megkapjuk, boldog vagyok. Ez viszont kártya lesz. Nem baj. Visszük a kártyát is. Nem érdekli a gyereskedő. Nem veszünk autót, nyerjük az autókat. Na jó, nyissuk a következő ládát. Nem tudom, hogy mi az a cédula, az egy név cédula lenne, amit még nyitni lehet. Mi volt az a motor? Akkor lehet, hogy lehet belőle nyitni a motort, ami ugyanúgy nincs az autókereskedésben. Nem PP-t akarok. Nem PP-t akarok, mondjuk ez profitos. 6000 PP-t kaptam, 5000 PP-ért, ez így jó. Oké, következik a negyedik láda. Hát eddig nem túl fényes a szitu. Legalább még egy kocsit kéne nyitnom, hogy jók legyünk. Hát ez az M8 az kéne. Nem láttam eddig senkinél se, szóval gondolom nem sokan kapnak. Mi ez? Névcédula? Kulcstartó nagy. Oké, ez amúgy jó. Ez jól jön. Valaki nyert egy hot knife-ot. Esküszöm, ezzel fogok szórakozni, hogy ideállok és várom, hogy az emberek miket nyitogatnak. Hát, ez viszont szerelőláda. Nem vagyok túlságosan szerencsés most így hirtelen, de nem vagyok elégedett ezekkel a nyitásokkal, szerintem még vásárolok. Várjál, véletlenül 6 darabot vettem. Na, mindegy is, akkor 6 darabot nyitunk. Motor? És ez milyen motor? Az, hogy zöld színű, szóval gondolom nem valami nagy ritkaság. Oké, kaptunk egy Ducatit. Ha minden igaz, akkor ez megtalálható az autókereskedésben, szóval nem lesz nagy vagyon. Hát figyelj, elvisszük ezt is. Arany!
Á, nem, túl pörög. A fenébe is megáll két arany között. Na mindegy. Nem vagyok túlságosan szerencsés. Előző streamhez képes ingyenes rendszámtábla tuning, nem is tudtam, hogy van ilyen. Hát, jobb lett volna az M8-as, de sajnos nem pörgött, tehát. Sajnos nem bírtam ki, ezért vásárolnom kellett még egy pár ilyen vehicle case-t. Ennek láthatjátok most az eredményét. Ez arany, arany, állj meg a Rolls-on. Oké, nem volt eddig Rolls-Royce-om, ez az első ilyen, úgyhogy örülök ennek. Eddig csak olyan autókat kaptam, ami nem volt eddig nekem meg. Ez nagyon jó. Damn. Csak hát ez a baj, hogy most kaptam egy aranyat, és ugyanannyi esélyem lett volna az M8-as BMW-re, mint mondjuk erre is. Na mindegy. Ez, ember, két arany. Back to back arany. De az M4-es kapom, miért az M4-es kapom? Az M8-as kéne. Hiszem el. Nem baj, elég nekünk ez is. Ki kell valamit sorsoljunk köztetek, túl sok autón van. Ez az utolsó láda, többet nem nyitok ezután, szóval ha nem adja be az M8-as BMW-t, akkor most így feladom. Lehet, hogy majd még később visszatérünk a nyitogatáshoz, de hát azért két arany egymás után elég durva így is. Azért közeledett az M8-ashoz, túl szép lett volna, beítelget, de az utolsó az sajnos nem szerencsés. Nézzük csak meg a dolgokat. Egy gyors matekozás után 152.000 HP értékben nyitogattam. Figyelj, majdnem megdupláztam a HP értéket. Az elején nagyon rosszul indult be, szóval ha ott leállok, akkor nagyon rosszul végződik az egész, de így amúgy tök jól végződött. Elhoztam a Verdát a tuningolóig, és igazából megkapta a Mervin treatmentet, azaz fel lett tuningolva mindennel, amit lehetett. Lehet most kicsit hangos a játék, egy kicsit lehalkítottam, nagyon durog. Lehet, hogy rossz backfire-t vettem bele, mindegy, hogyha majd az új tulaj nem akarja, akkor majd kiveszi belőle. Viszont hát, beszélve az új tulajról, azok ti lesztek. Ezt a kocsit most el fogom valahova rejteni, idézőjelesen rejteni, és a videó kikerülte után fent leszek a szerveren és megkereshetitek. És igazából, hogy még egy kicsit felextrázzam a dolgokat, a kocsiba bele fogok rakni 5 darab vehicle case-t, amit szintúgy meg tudtok ti kapni. Tetszik, hogy hogy néz ki, de szívesebben odaadnám nektek, mert én szerintem nem használnám ki eléggé. Aki kapja, Mária alapon működik a dolog, első ember, aki megtalálja, az viszi is a kocsit. Most fogom a kocsikba bepakolni a vehicle case-eket, hogy nem adjátok azt, hogy átverlek titeket. Csomagtartó bezárása. És itt lesz a kocsi. Nem mondhatom el pontosan, hogy hol lesz, de adok egy körülbelüli ilyen lokációt, hogy majd ide siessetek, amikor kikerül a videó. Egy annyit tudok segíteni, hogy a kocsi egyébként itt Blueberry és Montgomery között van elrejtve. Valahol lehet, hogy erdőbe, lehet, hogy sikátorba. Keveset láthattatok, de hát azért nem akarom egyszerűvé tenni a dolgotok, majd valahol keresétek meg, és hogyha megkapjátok, akkor a tiétek lesz az autó. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok és megnéztétek ezt a videót. Ne feledjetek el feliratkozni, meg kommentelni, és hát sziasztok!